Szeretettel köszöntök mindenkit. Miután a legnehezebb témákat, a kos, a rák, a mérleg és a Bach-Szaturnusz témáit úgy gondolom, hogy elég alaposan átvettük, ideje egy pillanatra megállni, és ahogy szokták mondani, rendezni a sorainkat. Hogy is tovább? Hiszen az úgynevezett derékszögű kapcsolódás és a szembenállás a két legnehezebb állás, legalábbis ami a Szaturnusz kapcsolatot illeti, azt kimerítettük. Először azt szeretném elmondani, hogy az képtelenség, hogy minden bolygót végignézzünk. Tehát például csak úgy mondanám, hogy a 30-as évek elején az Uránusz is ott állt, például a kosba. Tehát azzal az Uránusz állással a Szaturnusznak van most kapcsolata. 1952-53-ban, sőt még 54-ben is, sőt még 55-ben is, mert az Uránusz nagyon 7 évig van egy jelben, tehát lassú, nagyon lassú égítestről beszélünk. Tehát a 50-es évek nagyjából 56-ig azt lehet mondani, de 51 az még nem, 52, 53, 54, 55. Picit benne ló még az 56 is. Tehát ehhez az Uránusz álláshoz, ami akkor volt, az pedig a rákban volt, és eleve derékszögben állt a Neptunusszal a mérlegből, a Szaturnusz ahhoz is kapcsolódik. Mindjárt visszatérünk majd erre a témára. Aztán az Uránusz az a 70-es években a mérlegben járt, különös tekintettel 1974-75-öt, amikor a Szaturnusz, mármint hogy mostani Szaturnusz, azt az Uránusz, tehát a 74-es, 75-ös Uránusz, azt szintén derékszögű fényszöggel támadja. És aztán, ha így a lassú bolygók között még tova haladunk, akkor felhívnám a figyelmet egy nagyon izgalmas állásra, az 1993, 94, 95, sőt még talán a 96 is, ott a Neptun és az Uránusz együtt álltak, ami egyre nagyon ritka dolog. Uránusz-Neptun együttállás 171 évenként van. Tehát az 1993-as, 94-es, 95-ös, és mondom még egy picit a 96-os társaság, Uránusz és Neptunusz bagbeli együttállásán most rajta áll a Szaturnusz. Tehát elérkezett a Szaturnusz ehhez az Uránusz-Neptunusz álláshoz. Ha visszamegyünk az 50-es évek Uránusz-Neptun kvadrátos állásához, akkor mondhatjuk azt, hogy a Szaturnusz ezt most úgymond egy szembenállással az Uránuszhoz és egy kvadráttal a Neptunuszhoz úgymond telibe trafálja. Én itt összekötném egy picit Magyarország vonatkozásaival. Magyarország horoszkópjában a Szaturnuszhoz kapcsolódik a kettes házzal, az a pénzháza. És eredetileg is például a budapesti horoszkópban Neptun kvadrátban áll, mármint a Szaturnusz, a pénzházában. Tehát mondhatjuk azt,
az egyik első és legfontosabb probléma ebben az évben a pénzzel lesz, az anyagiakkal lesz, és biztos a pénzügyi kormányzat mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a magyar forintot. A legtöbb gond itt várható. Mivel a Szaturnusz a bakban van, a legkörültekintőbb, a legalaposabb és a legprecízebb kiszámítások ellenére is előfordulhatnak olyan nehézségek, amelyek érinthetik a magyar gazdaságot, és azon belül az előbb említett korosztályok is valamilyen módon érintve lehetnek, különös tekintettel anyagi téren. Tehát az Uranus-Neptun támadottság az az 50-es évek közepe tájékán születetteknek, de inkább úgy mondanám, hogy 52-től mondjuk 56-ig, aztán jön egy 70-es évek közepe, 74-75, leginkább ez tud szóba jönni, és egy 90-es évek közepe, ami nagyjából úgy 93-94-95, esetleg 96. Ha végignézzük ezeket a korokat, akkor nyilván más érintettsége van egy 60-as éveiben lévő embernek, más érintettségét találjuk egy 40-es éveiben lévő embernél, és természetesen más érintettsége van a 20-as éveiben járó embernél. A másik nagyon fontos dolog, amiről érdemes beszélnünk, hogy én most ugye kiragadtam eredetileg a Szaturnuszt, aztán most beszéltem a Neptun-Uránuszról, azokról az évekről, amikor ezzel az állással van a Szaturnusznak negatív kapcsolata. Viszont az összes többi égi test, hát a Jupiter az egy külön strófa, arról majd később fogok beszélni, de a Mars, a Vénusz, a Merkur, a Hold, a Nap, ezek mind gyors égi testek, tehát abba végképp nem tudok belebocsájtkozni, hogy mit tudom én, a Szaturnusz, a jelenlegi Bak Szaturnusz kinek a napjával, kinek a holdjával, kinek a Merkúriával, Marsával van negatív kapcsolatban. Egyre azonban lehet utalnunk a kardinális jelek napjával, holdjával, Merkúriával, Vénuszával és Marsával van kapcsolatban, rossz viszonyban, hogyha ez alapvetően tehát ha ott állnak ezek az égi testek. Na most ezeket elég alaposan végigjártuk, olyan fajta aprólékosságba és bonyolultságba, hogy aztán ezek az égi testek milyen egyéb fényszögekben vannak, milyen házakkal vannak uralmi kapcsolatban, van-e eredetileg ismétlődés a Szaturnusz és mondjuk a Vénusz között, vagy a Merkur között, és a többi, hát ezeket, hát akkor ide kéne ülni az elmúlt század, minden egyes napját végig kéne beszélni, képtelenség. Tehát nyilván ez nem tárgyalható, de ez egy személyes elemzés, egy személyes horoszkóp elemzéssel tud történni. Még mielőtt bárki megvádolna azzal, hogy így keresem a pénzt, soha egy fillért nem fogadtam el horoszkóp elemzésért. Csak úgy mondanám, 50 éve vagyok a pályán. 18 éves koromban megfogadtam, hogy én pénzt asztrológiai tanácsadás címén
nem veszek fel. Viszont azt is el kell mondanom, hogy én csak egy ember vagyok, és a napnak csak bizonyos mennyiségű órája van, és én közben tanítok, és én közben családot fenntartok, tehát itt alapjában véve nincs annyi időm, amennyi érdeklődő, bocsánat a kifejezésre, bombáz engem, hogy segítsek. Igyekszem segíteni, de azok a kedves szkeptikusok, akik állandóan jönnek a süket szövegükkel, hogy biztos jól megélek belőle, nem. Nem. Azon egyszerű oknál fogva nem, hogy én még a tanácsadásért egy forintot nem fogadtam el. Hiszik vagy nem hiszik, így van. Nos, ezt most nem azért mondtam, hogy ezek után hirtelenében mindenki felhívjon telefonon, ugyanis nagyon csekély az az emberi létszám, akit én ma már el tudok látni. Egyrészt megöregedtem, másrészt jelen pillanatban sokkal nagyobb jelentőségűnek tartom ezt a csatornát, ahol sok emberhez tudok szólni. Nem hagytam még abba az egyéni segítést, de ki kell várni mindenkinek a sorát, és bizony előfordulnak fél éves előjegyzések, úgyhogy elnézést kérek, de ez a helyzet. Tehát nem kerül semmibe, viszont fél évet esetleg várni kell. Nos, mi a helyzet a továbbiakban? Ugye most vehetnénk a szilárd jeleket, meg vehetnénk a változó jeleket, de az az igazság, hogy sokat gondolkoztam rajta, hogy hogyan csoportosítsam tovább ezt az anyagot, és arra jöttem rá, hogy miután ezekkel a jelekkel, mármint a változóakkal és a szilárdakkal a Szaturnusznak a bakból közvetlenül úgy nincsen kapcsolata, inkább azt vegyük végig, hogy tehát inkább másféle tárgyalási módon közelítsük meg ezt a kérdést. A legjobb variáció, ha eredetileg a szülöttnek a Szaturnusza a szűzjelben állt, vagy a bikajelben állt. Vagy ne, hogy Isten a bakjelben, de arról már beszéltünk. Az azt jelenti, hogy a szűzzel és a bikával úgymond trigonális, tehát harmonikus fényszögben van a Szaturnusz, és az az állás, ami most van, egy nagyon biztató fejlődést jelent a szűzben született szaturnuszos emberek és a bikában született szaturnuszos emberek számára. Nézzük, hogy mikor volt a Szaturnusz a bikában. 1940, hát 39-ben ment át, 40-41, ekkor járt a bikában. Ugye, ha most megnézzük, hogy ezek az emberek hány évesek, hát akkor nagyjából a 80 körül vannak. Én azt mondanám, hogy ez az állás, ami most van, ez nemhogy életveszélyes lenne, hanem épp hogy nagyon aktívvá teszi őket, és szinte alkotóképes, tehát egy nagyon-nagyon erős segítő, és tehát nagy valószínűséggel mondható, hogy ha más egyéb állás nincsen, akkor nagy valószínűséggel mondható, hogy ez az állás most őket nem viszi el. Nehezebb lesz majd nekik az elkövetkezendő évek, a 21, a 22, de most ez a 20-as év legalábbis, ha csak nem egészen a bika elején, születtek, de igazában véve én inkább bíztatnék mindenkit, aki most ilyen 80 körül van, hogy nagyon jó helyzetben van, nagyon aktív lehet, nagyon alkotókész, tehát ez egy pozitív állás. Mi a helyzet az úgynevezett szextiles állásokkal? Vegyük a következő két jelet, tehát ugye a két trigont megbeszéltük, a két szextil. Tehát ha bakra rávetítjük a 60-60 fokot
előre és hátra, akkor az azt jelenti, hogy a bakkal szextilben van a skorpió, és a bakkal szextilben van a halak. Na most, hogyha megnézzük, hogy mikor volt ezekben a jelekben a Szaturnusz, akkor mondanám, hogy így visszamenve az időben, tehát a időskorú szempontból, tehát vegyük például mondjuk a dalai lámát, neki halakturnusza, tehát ez azt jelenti, hogy 1935-ben született, tehát ez is egy nagyon kedvező állás. De hát nem csak a dalai lámának természetesen, hanem a 34-es, 35-ös és bizonyos értelemben a 36-os korosztálynak, még 37-ből is van egy pici, de inkább ezt mondanám, hogy 34, 35, 36, tehát ugye ők már bőven benne vannak a 80-ban, szintén egy nagyon kedvező szakaszban vannak. Mikor volt a Szaturnusz a Skorpióban? Na most a Skorpióban az 1950 az előbb az Uránuszt és a Neptunt támadja ez a Bak-Szaturnusz az 55-ösöknél, az 54-eseknél, viszont 54-ben a Szaturnusz átmegy a Skorpióba, tehát ez most ne keverjen meg senkit, tehát a jelenlegi Bak-Szaturnusz, a jelenlegi, úgy hívjuk ezt az állást, ami éppen van az égen, hogy tranzit, amikor összehasonlítjuk a radixszal, tehát a születés pillanatának a horoszkópjával, tehát a tranzit Szaturnusz, az támadja ennek a korosztálynak a Uránuszát és a Neptunját, viszont szextilben van az akkori korosztály Szaturnuszával, mert nekik Skorpió Szaturnuszok van, és a Bak Szaturnusz ilyen értelemben szextilt zár be. Tehát mit jelent ez mondjuk így az 54-55-ös és akár még esetleg az 56-os korosztályra nézve? Azt jelenti, hogy semmi ködös, váratlan, hirtelen, adhok helyzetbe nem szabad belemenni, viszont a kitartó és a szorgalmas munka az abszolút meghozza az eredményét. Üzenem ezt ezeknek a drága 61-nehány éves embereknek, és az se baj, ha valaki ezzel az állással, mármint a Szaturnusz szextillel, esetleg csökkenti a munkaidejének a számát, és egy kicsit lazább életet kezd el élni, egy kicsit könnyedebb életet kezd el élni ebből a korosztályból. Ha tovább megyünk, és megnézzük a későbbi halak Szaturnuszt, illetve a későbbi Skorpió Szaturnuszt, 1964, 65 és 66-os évben járt a halakban a Szaturnusz, tehát így mondhatjuk, hogy a 64-es, 65-ös és 66-os társaságnak a jelenlegi Szaturnusz szextilben van az akkori születési Szaturnuszokkal, viszont egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak. 1965-ben az égen a Plutó-Uránusz szemben állt a Szaturnusszal. Tehát ez egy nagyon kritikus helyzet, különösen a 65-ösök számára, mert hogy ott a Szaturnusz és a Plutó szemben álltak, most meg együtt állnak. Igaz, ezt nem támadják, ezt a 65-ös állást, sőt, támogató fényszöggel segítik, de itt van egy nagyon erős ilyen kitáguló érzés ezeknél az embereknél, és nem mindegy, hogy ez most hogy jelenik meg. Tehát fontos, hogy megéljék a saját szabadságfokukat, de közben állandó kontroll alatt kell magukat tartani. Nagyon nagy tudatossággal, állandó kontroll alatt és figyelemmel kell magukat tartani,
hogy nehogy túlfeszítsék a húrt, és robbanjon minden. Ha tovább megyünk az idővel, és az a kérdés merül fel, hogy mikor volt a Szaturnusz a Skorpióban, akkor már egy fiatalabb nemzedékhez érünk el, nevezetesen a 80-as évek közepéhez, ez pedig nagyjából a 83-ban megy át a Szaturnusz a Skorpióban, 84-85, egy kicsi ízelítő még volt a 86-ban, de mondjuk a két stabil dátum az a 84 és a 85, és a 85-ösöknek ebben az évben, tehát a 85-ösök Szaturnusz állásához, ebben az évben a Szaturnusz kifejezetten harmonikus fényszöggel bír. Az életük most egy olyan átalakuláson megy át, ami mindenféleképpen egy új embert érlel belőlük. Tehát most nem arról van szó, hogy elfelejthetik a régit, hanem arról van szó, hogy mindenféleképpen egy magasabb fokozatba lépnek. Tehát átváltoznak egy sokkal érettebb, teljesebb személyiség felé. Ugye ez is egy pozitív dolog. Na most a többi jellel azért nem érdemes foglalkozni, mert az úgynevezett fő fényszögek közül már nincsen. Tehát a trigont, a szextilt, a kvadrátot, az opozíciót megbeszéltük. A konjunkciót ugye azt nyilván alapvetően a bakkal. Tehát az összes többi úgynevezett fényszög az nem túl erős. Egyetlen egy nagyon fontos figyelmeztető fényszög van, ez a 150 fok. De ha emlékeznek rá, én ennél a két jelnél, akivel ez a jelenlegi Bakszaturnusz 150 fokkal áll, és az az Ikrek Szaturnusz, és az a vízöntő Szaturnusz, ennek a társaságnak egyrészt a munkában, másrészt egészségügyi téren lehetnek problémái. A Quincunx egy úgynevezett tanító fényszög. Tehát elképzelhető, hogy most vízöntő Szaturnusz volt a 93-asoknak, 92-eseknek. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a fiatal nemzedék, hiszen ők most még nincsenek 30 évesek, szerintem a munkába állásról szól ez a történet, és vigyázniuk kell a saját egészségükre, de elsősorban szerintem most a munkába állásról szól ez a konstelláció. Mikor járt még a vízöntőbe a Szaturnusz? Tehát a régebbi korosztályok közül mikor volt még vízöntő Szaturnusz? Mondanám, az 1963-64 illetve 62-be megy be a vízöntőbe, tehát fő sodorvonalában a 63-64, illetve hát a 62-n már túl vagyunk, tehát a Quincunx az főleg a 63-as társaságnak van érintve a vízöntő Szaturnusz egy fél szextillel. Az a Quincunxnak a kiegészítő fényszöge, ugye 180 fokot, hogyha 150-re és 30-ra tudunk ketté bontani, tehát ilyen értelemben mondom, hogy a kiegészítő fényszöge. Tehát az is egy nevelő fényszög. Leginkább azt mondanám, ugye ha megnézzük, hogy ők mikor is születtek, akkor az ő korukból adódóan rövidesen el fogják érni a 60. életévet. Én inkább azt mondanám, hogy most nekik ebben az évben az elsődleges feladat, hogy nem szabad elszállni. Nem szabad elszállni,
szorgalmas, kitartó, rendszeres, nagyon tudatos munkával jó eredményeket tudnak elérni. Mi a helyzet az ikrek Szaturnusszal? Hát mondanám először a legfiatalabb nemzedéket, akkor volt ikrekben a Szaturnusz, és szemben állt a Plútóval, amikor 2001-ben megtörtént az amerikai szerencsétlenség, és ekkor volt egy Szaturnusz-Plútó pozíció. Az ikrekben és a nyilasban. Na most, hát a 2001-esek azok most 18-19 évesek, tehát igazából véve én azt mondanám, hogy előfordulhat, hogyha mondjuk továbbtanulásban gondolkodunk, hogy elmennek egy egyetemre, beülnek a pacsorok közé, és arra jönnek rá, hogy nem ez az ő világuk. Ne féljenek változtatni. Tehát legyenek bátrak, és próbáljanak ki több lehetőséget. Nincs ezzel semmi baj. Ikrekben van a Szaturnusz, az mindig többet jelent. Nem kell megállni egynél. Nézzenek körül. Semmi nem történik, ha egy év után felállnak egy egyetemről, és átmennek egy másik egyetemre. Vagy felállnak az egyetemnél, és úgy döntenek, hogy mégse egyetemi végzettség kell nekik, hanem valami szakma. Semmi baj nincs ezzel. Természetesen az egészségi állapotukra nekik is kell figyelni, és ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a 30 évvel ezelőtti állás, mármint a 2001 előtti állás, ugye ez ikrek Szaturnusza volt az 1971-eseknek, a 72-eseknek és a 73-asoknak. 73 az, sőt, valójában leginkább a 73-asokat érinti most már. A 72-es szerintem az túl van már ott a Szaturnusz, tehát oda már nem megy vissza, inkább a 73-as korosztályt fogja ez jobban érinteni. Illetve egy kicsit a 74-es, mert 74-ben ment át a Szaturnusz az ikrekből a rákba. Na most mi a helyzet a 73-asokkal? Ugye ők, ha belegondolunk, akkor 47 évesek, vagy 46 évesek, attól függ, 73-74. Náluk az a helyzet, hogy előfordulhat, hogy most nekik az a nagy kérdés tevődik fel, hogy esetleg tovább lépjenek egy másik munkahelyre, vagy elfogadjanak-e esetleg egy munkahelyi megbízatást, egy másfajta munkahelyi megbízatást. Én azt mondanám, hogy nyugodtan. Tehát itt is arra bíztatok mindenkit, hogy próba szerencse, tessék tovább lépni. Nem gond az, hogy a változás irányába megy ez a történet. És ha még hátrébb megyünk az időbe, 1943 ott volt igazából ikrekben a Szaturnusz, illetve mondhatjuk azt, hogy 44-ben ment át a Szaturnusz az ikrekből a rákba. Tehát a 44 eleje, illetve a 43, hát ugye ezek az emberek, ezek már 80 fele haladnak, és őket arra biztatnám, hogy hát először is nagyon fontos, hogy az egészségügyi állapotukat ellenőrizzék, felügyeljék, és viccesen azt mondanám, hogy velük iratnék egy bakancslistát. Hogy mi az, amit még szívesen megtennének, megcsinálnának, elvégeznének, amihez kedvük szottyanna.
Kérem szépen, ezzel ez a témánk a végéhez érkezett. Nagyon köszönöm, hogy ennyien megnézték az előző filmjeimet, és köszönöm a türelmüket. Az évnek a nehézségeivel a továbbiakban a kalendáriumok fognak majd foglalkozni, illetve ha valami nagyon rendkívüli helyzet van, akkor természetesen én reagálok ezekre. A Saturnus-Pluto együttállás az alapvetően kapcsolódik a tragédiákkal, úgyhogy ha egy kicsit visszatekintünk most, hogy nem régen Iránban lelőnek egy utasszállítógépet, hát ez tökéletesen Saturnus-Pluto analógia, és Iránra vetítve a kérdést, azt mondanám, hogy Irán az eredeti Perzsia területe. Perzsiát az ókori asztrológia már az ókorban a bikához, a bika jelhez sorolta, és az Uránusz az most bement a bikába. Úgyhogy szerintem elmérik a lehetőségeiket. Úgyhogy nagy átalakulás várható majd Iránban. Mint ahogy történt ez akkor is, amikor az Uránusz belépett a Skorpióba, és akkor a Khomeini ajatollah és az akkori forradalmi gárda elzavarták Reza Pahlavi iráni sahot. Úgyhogy most mondanám, hogy az Uránusz most megint bemegy a bikába, most megint nem férnek a bőrükbe. De emiatt ne izguljanak. Nekünk, mint Magyarországon most nyugodt helyzetünk van. Jól vagyunk. Vigyázzanak magukra. Isten áldja önöket. Viszontlátásra.